nem jaj, csak föl ne ébredsz, hagyd nekem szárnyad, hogy szálljon legalább álmomban. Hajnal kajtott, álmodtam, hogy futok egy réten, és menekül előlem a búbának. Feketén szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepnapon, akkor, amikor önálló iskolaként hetedik alkalommal engedünk útjára ballagókat, végzősöket. Az ünnepeltek itt ülnek önök előtt, előttetek. Tekintsünk rájuk szeretettel, hisz 8 év kemény munkája van a hátuk mögött. Kívánom, hogy mindenki úgy emlékezzen a napra, amely az öröm, ugyanakkor egy kicsit a szomorúság napja is volt. Hisz mindannyiunk, mikor az elmúlt időre, az ujjaink között kifolyó időre gondolunk, hogy milyen gyorsan telnek a napok, a hetek, hónapok, az évek. Sokszor fel se fogjuk, és már megint húsvét van, megint karácsony van, így tudjuk mérni az időt. Bele se gondolunk abba, hogy az életünk milyen gyorsan lesz fel. Ezért kellenek az ünnepnapok, hogy meg tudjunk állni, meg tudjunk egy kicsit pihenni, oda tudjunk figyelni egymásra. Oda tudjunk figyelni arra, aki a legfontosabb az életünkben. Aki a legfontosabb az életünkben, és aki mellett nap mint nap elrohanunk, mert nincs idő. Azt várjuk, hogy teljen el a nap, teljen el a munkánk, hazamehessünk, és az otthoni délután is olyan hamar eltelik, és megint este van, és megint reggel, és megint szombat, és megint vasárnap, a hétvége is gyorsan eltelt, és közben nem marad időnk egymásra. Nem marad idő arra, aki a legfontosabb nekünk. Nem marad idő a gyermekre, a szülőnek nem marad ideje a gyermekére, a gyermeknek nem marad ide a idője a szüleire, hisz elfutnak egymás mellett a napok során. Aztán hétvégén úgy szintén futunk ezer felé. Próbáljuk bepótolni az, ami elmaradt az egész hét folyamán. Ezért kell megállnunk. Megállnunk, hogy oda tudjunk figyelni egymásra. És kívánom, hogy mindenkinek ez a nap úgy maradjon meg, mint egy olyan nap, amikor tudtunk szeretni, tudtunk örülni, tudtunk örülni egymásnak, hogy itt vagyunk együtt. Hogy itt ülnek közöttünk a szeretteink. És úgy emlékeztünk tényleg erre a napra, hogy valami történt. Valami jó történt velünk. A ballagók itt ülnek önök előtt. Fiatalok, gyönyörűek. Telve élettel, habár most egy picit megszeppenve, mint szerintem minden ballagó, aki kikerül egy iskolából, és akinek most bizonyítania kell, meg minden ünneplő is egy kicsit zavarban van, a szülinapos is, a névnapos is, bárki, akit éppen felköszöntenek, hisz a figyelem középpontjába kerül. Kívánom, hogy figyeljünk nagyon oda ma a ballagóinkra. 8 év után megérdemlik figyelmünket, szeretetünket, és a 8 évi munka után a megbecsülésünket. Én ezt a 8 évi munkát egy földgömbbel szeretném utalmazni, hisz azért van a világ, hogy meghódítsuk
Azért átadnám nektek ezt a földömböt. Kívánom, hogy otthonosan mozogjatok rajta. Úgy érezzétek, hogy a tiétek. Ha új feladatok kerülnek elétek, könnyen megoldjátok azokat. Minden akadályon könnyen tovább léphessetek az életben. Ezért, hogy az egész föld a tiétek legyen, sorban, névsor szerint szólítanám az itt lévőket. Balázs Mária Amanda, mindig. És az oklevél? Horváth Angyula Lorna. Köszönöm szépen!